Sziasztok! Ez a mai videó egy hagyományos, elhasználva videó. Mielőtt belekezdenék, egy ilyen kis közvéleménykutatást szeretnék végezni azzal kapcsolatban, hogy van-e még érdeklődés ilyen old school beauty témákra, mint például ugye ez az elhasználva videó, vagy a kedvences videók. Érdekelnek-e ezek titeket még, vagy inkább úgy vagytok velem, hogy oké, ezek már lecsengtek kb. Nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt. Szóval várom a hozzászólásaitokat erre a kérdésre. Kezdjük a testápolás kategóriával, mindig így szoktam ugye haladni, közben Radagasznak meg kell néznie, hogy mi van itt az asztalon már előttem. Itt van egy nagy habfürdő a babától, ez a kedvencem, kamillás és mézes illatban. Nagyon-nagyon szeretem tényleg a baba habfürdők, így számomra a legeslegkedvencebb termékek, hogy a kádfürdőzésről van szó. A tusfürdőiket annyira nem szoktam szeretni, bevallom, hogy inkább ezeket is kádfürdőzéshez használom el. Ez az almafröccs névre hallgat, és egész kellemes volt az illata, viszont újra nem venném. Amit viszont újra szoktam venni folyamatosan, az a Bübchen márkától egy babákra való lemosó. Én ezt ugye nem babákra használom, hanem saját magamra. Nagyon-nagyon szeretem az illatát, számomra egy nagyon megnyugtató tisztaság illata van. Szeretem, hogy nem szerítje a bőrömet, abszolút elégedett vagyok vele, ezért szoktam újra és újra megvásárolni. Aztán még egy tusoló termék, méghozzá a Rituals-től egy tusoló hab a Hamam kollekcióból. A Karma mellett nekem a Hamam kollekció a kedvencem a márkától. A tusoló habok szerintem az egyik legerősebb termékek a Rituals-nél. Nagyon-nagyon szeretem, annyira krémes a hab, nagyon jó érzés zuhanyozni vele. Tudom, hogy ez csak egy tusoló hab, és ahhoz képest relatív drága, viszont én szeretem néha ezzel kényeztetni magam, úgyhogy időről időre kiköt nálam egy ilyen tusoló hab. Elhasználtam egyet a kedvenc lábápoló krémemből is, ami nem más, mint a Baleától ez az ureás lábkrém. Rengetegszer mutattam már nektek, rengetegszer mutattam kedvencek között is, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon olcsó, úgyhogy szerintem abszolút megéri kipróbálni. A kedvenc dezodor márkám az a Dove, ezt szerintem már jó párszor mondtam, és a legesleg kedvencebb dezodorom tőlük ez a körtés. Ezt még Magyarországon vettem, amikor júniusban otthon voltam. Németországban ez sajnos nem kapható, viszont Hollandiában igen, úgyhogy ha néha Hollandiában járunk, akkor beszoktam belőle vásárolni. Biztos, hogy ezt is fogom majd pótolni, mert kettőt vettem otthon, és már mind a kettőt elhasználtam. Nagyon-nagyon szeretem, emellett, hogy az illatáért oda meg vissza vagyok, szerintem egy nagyon megbízható dezodorról van szó. Van itt még egy kétfázisú fürdőolaj a Rituals-től, ami még az adventi kalendáriumomban volt benne, és úgy voltam vele, hogy most már tényleg ideje elhasználni és kipróbálni. Nem venném meg teljes kiszerelésben, az illata ugyan kellemes volt, viszont így a fürdési élményhez nekem nem adott annyi pluszt, hogy úgy gondolnám, hogy megérni beszerezni. Szintén az adventi kalendáriumomból van itt egy ilyen kicsit érdekes testápoló mousse-szerű akármi. Ugyanaz a termékcsalád, mint ez a fürdőolaj, szóval az illata ennek is kellemes volt, és igen, testápolásnál ez számomra pluszt jelent, viszont az ápoló képességével nem voltam megelégedve egyáltalán. Tényleg érdekes, hogy egy ilyen hab állagú termék jön ki, amikor megnyomjuk ugye az adagoló fejet, viszont mihelyest felvittem, nem éreztem úgy, hogy ápolná a bőrömet, illetve utána ugyanúgy láttam, hogy száraznak tűnik például a lábszáram, szóval ezt sem vásárolnám meg teljes kiszerelésben. Többször említettem már nektek, hogy nagyon szeretem a Baleától ecseteit az orvosi szappant használni a sminkecseteim és szivacsaim tisztítására. Folyamatosan újra szoktam venni, nagyon-nagyon olcsó és nagyon jó, nagyon bevált erre. A kettő utolsó termék az szintén a Rituals-től van testápolás kategóriájában. Méghozzá itt van egy ilyen nagy testápoló a Karma kollekcióból. Nagyon szeretem, úgy érzem, hogy tényleg hidratálja a bőrömet. Az illata is engem megnyugtat, és nagyon kellemes egyszerűen a használata. Biztos vagyok benne, hogy újra fogom venni. És igen, ezt most meg kellett szagolnom. Nagyon szeretem a Rituals testápolókat. Szintén szeretem a Rituals-nek a testradírjait, bár ezt a Karma kollekcióból annyira nem szerettem, mert szerintem a Hammam kollekcióból sokkal erősebb a testradírnak a radírozó hatása, én pedig azt preferálom, viszont ha ti inkább azt szeretitek, hogyha gyengéden radírozzátok le magatokat, akkor tudom ajánlani ezt a Karma testradírt is.
Át is értünk a hajápolás kategóriájához, és itt van legelőször is a kedvenc Paul Mitchell samponom, ami nem más, mint a Super Skinny sampon, és amúgy ehhez szoktam használni a balzsamot is. Szerintem nagyon-nagyon jó páros, nagyon szeretem, többször újra vásároltam. Most éppen másik sampont és balzsamot használok, méghozzá a Monday márkától, ami itt a Rossmannban beszerezhető is, azzal is abszolút elégedett vagyok, szóval vacillálok rajta, hogy majd azt vegyem újra, vagy hogyha elfogyott a Monday sampon, akkor visszatérjek a Paul Mitchellhez, de biztos vagyok benne, hogy ki fog még kötni nálam, mert tényleg nagyon elégedett vagyok vele. Ami mindig szokott itthon lenni, az a Vichy-től a Dercos korpásodás elleni sampon. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem nálam korpásodásra, ez az egyetlen termék vált be, pedig higgyétek el, hogy az évek alatt rengeteg mindent kipróbáltam, a ti ajánlásaitokra is, viszont semmi nem ért el olyan hatást, mint ez a sampon, úgyhogy én hű vagyok mellette, mindig újra veszem, hogy legyen itthon is, hogyha kicsit is érzem, hogy elkezdett megint viszketni a fejbőröm, akkor előveszem, használom egy pár alkalommal, és utána megint visszatérhetek a rendes samponomhoz, szóval nem állandóan ezzel mosok hajat. Aztán itt van egy picike kis Batiste száraz sampon, amit már nem is tudom, hogy a mini termékek között vettem a drogériában, vagy valamilyen rendelésem mellé járt ajándékba, viszont elhasználtam, mert szerettem volna csökkenteni a hajmosásaim számát, hogy ezzel is egy picit kimélyem a hajamat. Viszont látom az eredményét a száraz samponnak, de nálam nem váltja ki a hajmosás élményét, az nekem frissességet ad, tisztaságérzést ad, úgyhogy akkor is, hogyha nem ez a legegészségesebb a fejbőrnek és a hajnak, én naponta, két naponta szoktam hajat mosni, és a száraz samponokat inkább a polcon hagyom legközelebb. Van itt egy hajápoló termék, ami egy Douglas rendelésem mellé érkezett ajándékba, a Philip Kingsley márkától, ami elvileg az Egyesült Királyságban elég híres és népszerű hajápolási márka. Én bevallom, hogy nem hallottam még eddig róla, viszont kipróbáltam, elhasználtam, és azt kell mondanom, hogy tényleg puhított valamennyit a hajamon, ugye rajta kell hagyni egy ideig, és utána kell hajat mosni, viszont az árához képest én nem láttam akkora eredményét, úgyhogy teljes kiszerelésben én legalábbis nem venném meg. Az utolsó kettő darab hajápolási termék a Rituals-től van, és ez is az adventi kalendáriumomban volt. A Hamam kollekcióból van itt a sampon és a balzsam. Az ilyen kisebb kiszerelésű termékeket én előszeretettel szoktam bevinni a munkahelyemre, és ott, amikor műszakom van, akkor használom el az ilyen picike tusfürdőket, samponokat, balzsamokat, arckrémeket, ehhez is elérünk majd amúgy mindjárt. Úgyhogy ezek is így fogytak el. Összességében nem volt rossz, az illata az nagyon-nagyon kellemes, ez ugye nem újdonság az egyik kedvenc termékcsaládomnál. Viszont így a sampon és balzsam, hogyha választanom kell, akkor sokkal szívesebben nyúlok a Paul Mitchellhez, vagy most a Mandéhoz, úgyhogy én ezeket nem venném meg teljes kiszerelésben. Szájápolás. A kedvenc fogkrémem, ez az Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch balzsam, ami nem is fogkrém, hanem egy fogbalzsam. Nagyon szeretem az ízét is, én a legtöbb fogkrém ízét egyáltalán nem szoktam szeretni, viszont ezért oda meg vissza vagyok, úgyhogy tényleg most már szerintem több mint egy éve csak ezt szoktam újra venni magamnak, illetve tudjátok szerintem egy páran legalábbis, hogy egy elektromos fogkefém van a Philips Sonicare-től, és az egyik kedvenc ilyen fejem ez a W2-es kóddal ellátott fej. Próbáltam ki már egy párat ezekből a fejekből, viszont ehhez szoktam mindig visszatérni. Az arcápolás kategóriát az egyik kedvenc arcápolási márkámmal kezdeném, ami nem más, mint a Drunk Elephant. Itt van először is egy ajakbalzsam a márkától, ami nem csak az ajkakra használható, hanem szemkörnyékre is, és ajakbalzsamként is bevált számomra, viszont amiért igazán szeretem az az, hogy télen és kora tavasszal elő szokott fordulni, hogy nagyon-nagyon száraz a szemhéjam, illetve nagyon száraznak érzem a szem alatti bőrt is, és ilyenkor ezt szoktam felvinni rá, ezt újra is vásároltam már, mert tényleg annyira szerettem, és tökéletesen rendbe hozta ezt a szárazságot egy ilyen 2-3 nap alatt,
úgyhogy tudom jó szívvel ajánlani. A sminkeltávolítási rutinom első lépése vagy egy olajos, vagy egy ilyen vajas lemosó szokott lenni. Láthatátok már nálam jó párszor ezt a terméket a Drunk Elephant-tól, ugye ezzel a kis spatulával szedi ki az ember magát ezt a vajat ebből a tégelyből. A két kezünk között eloszlatva felmelegszik a termék, és ilyen olajos állagúvá válik, és utána ezzel szoktam leszedni a sminkemnek a nagy részét. Nagyon szeretem, most nem ezt vettem újra, hanem a Baleától a sminklemosó olajat, ami tudom, hogy Magyarországon már nem kapható sajnos, viszont itt szerencsére még igen, és hasonlóan jó, mint ez a Drunk Elephant-os, az árbeli különbség pedig abszolút jelentős, úgyhogy ezért nem ezt vásároltam most újra, de el tudom képzelni, hogy valamikor megint kiköt majd nálam. A sminkeltávolítási rutinom második lépése egy lemosó szokott lenni. Ez egy micellás lemosó, ami tulajdonképpen ilyen teljes lemosónak számít, mert fehér a színe, illetve sűrűbb az állaga. Szerettem nagyon, mert kíméletesen leszette azokat a sminkmaradványokat az arcomról, amiket az olaj, ez a vaj, amit az előbb mutattam, feloldott, de nem tüntetett el esetleg 100%-osan. Viszont ezt sem vásároltam most újra, mert egy sima Balea Med arclemosót használok jelenleg. Sokáig nagyon szerettem a Drunk Elephant C-vitaminos szérumát, főleg ősszel és télen, mert hogy ez egy olajos állagú C-vitamin szérum, és ilyenkor a hidegebb évszakokban valahogy én is jobban szerettem egy ilyen gazdagabb textúrával ápolni az arcomat. Viszont szerintem látjátok, hogy ez már a második olyan csomagolás amúgy, ami egy idő után elkezd tönkre menni, és így kifolyik a termék belőle, ami nagyon-nagyon bosszantó, főleg egy ilyen árkategóriánál, szóval most nem is vásároltam újra, eleve egyrészt azért, mert nyár volt, és ilyenkor a könnyedebb, vizesebb állagú szérumokat preferálom, másrészt pedig azért, mert tényleg bosszantónak tartom ezt a csomagolással való kellemetlenséget. Lehet, hogy újra veszem majd valamikor, de egyelőre maradok a Colibri Skincare-nek a C-vitamin szérumánál, mert nekem az is nagyon bevált. Amit viszont újra szoktam venni folyamatosan, az ez a hidratáló szérum a Drunk Elephant-tól. Nagyon szeretem, hogy gyorsan beszívódik, könnyed az állaga, mégis tökéletesen hidratál. Nyáron is szeretem használni, nyáron ez tulajdonképpen helyettesítette az arckrémet számomra. Télen olyankor szoktam felvinni, hogyha szeretnék egy ilyen extra hidratálást nyújtani az arcbőrömnek, úgyhogy őt én abszolút szeretem és ajánlom. Illetve, amit szintén újra vásároltam, az a márkának a retinol szíruma, mert nagyon elégedett vagyok vele, nagyon szeretem használni, ezt meg lehet amúgy venni nagy kiszerelésben is, viszont én nem használok annyira gyakran retinolt, hetente egyszer szoktam retinolozni, ez ugye egy 1%-os retinol, úgyhogy nem szeretném, hogy megmaradjon a termék, és én ugye tavasztól őszig nem használok retinolt, most fogom majd elkezdeni mihelyst, egy kicsit jobban belementünk az őszbe, és nem szeretném, hogy megromoljon, ezért mindig csak a kis kiszerelést veszem újra, tökéletesen bevált, hiszen a vízperme. Nagyon-nagyon szerettem, írtátok, hogy ez otthon már sajnos nem kapható, hogy lecserélték valami másra, amiben illatanyag is van. Ez sima arcpermet, vízpermet jobban mondva, és nem csak arcra szoktam használni, hanem tényleg, amikor nagyon-nagyon meleg volt nyáron, befújtam a karjaimat vele, a lábaimat vele, és a lehető legoptimálisabb eset az, amikor egy kis mini ventilátorral így rá is mész azokra a területekre, ahova felfújtad ezt a vízpermetet, mert az tényleg nagyon kellemes hűsítő élményt nyújt. Viszont az arcápolási rutinomban is abszolút helye van, mert a hialuronsavas szérumot azt mindig nedves bőrre szoktam felvinni, szóval az arcom benedvesítésére használom, az arcápolási rutinom legelső lépéseként reggelente. Elhasználtam a The Inky List peptides hidratálóját is, ebből van itthon még egy, mert nagyon szeretem, újra szoktam venni ezt is amúgy, itt Németországban a Sephora-nál lehet megrendelni, abszolút egy jó terméknek tartom, ami jól hidratál, gyorsan beszívódik, lehet rá sminkelni, és úgyhogy csak jókat tudok róla mondani. Elfogyott egy Mimitika fényvédő is, ezt is nagyon-nagyon sokáig szerettem. Most egy picit a Revox fényvédő letaszította nálam a trónról, viszont még mindig egy nagyon jó kémiai fényvédőnek tartom, úgyhogy van is itthon még belőlem. Szeretem, nem érzem, hogy annyira csillogna a fejem tőle. Van egy pici illata, ami nem lenne muszáj, hogy legyen. Arcápolási termékeknél
inkább kerülöm a parfümöt, viszont nem annyira zavaró ez az illat. Szerettem használni, és fogom is még a jövőben is. És van itt egy pár minta, amik szintén különböző rendelések során kerültek hozzám ajándékként. Itt van először is a Charlotte Tilbury Magic krémje, ami azt hiszem, hogy a márka egyik legismertebb vagy legközkedveltebb terméke. Nem mondom, hogy ez egy rossz hidratáló krém, mert akkor el sem használtam volna. Van egy számomra kellemes, de fölösleges illata. A hidratáló képessége szerintem abszolút átlagos, az árához képest egyáltalán nem olyan kiemelkedő, viszont el lehet használni, de én ennyi pénzt biztos, hogy nem adnék ki érte. Nem is tudtam, hogy a Too Faced most már arcápolási termékeket is forgalmaz, hát most már ezt is megéltük, méghozzá Hangover Pillow Cream, ez egy éjszakai hidratáló krém. Ebben is van illatanyag, amit ebben is fölöslegesnek tartok, viszont ezt is bevittem a munkahelyemre, és ott használtam el éjszakai krémként. Kaptam amúgy belőle még egyet, amit most használok aktuálisan, hogyha a munkahelyemen alszom. Mit lehet róla elmondani? Teljes kiszerelésben nem venném meg, mert szerintem túlságosan sok benne az illatanyag, illetve amikor reggel felébredek, és utána ugye arcmosással kezdem így a reggelemet, akkor úgy érzem, mintha még egy kis réteget lemosnék belőle. Ami nálam elég kevés arckrémmel szokott előfordulni, de valahogy ez így nem szimpatikus benne. Amúgy puhává teszi az arcomat, de semmi különleges. Ami viszont meglepően jó volt, az a La Mer márkától egy ilyen icike-picike, nem is tudom, hogy hány grammos volt ez a kis minta. Ebben is van illatanyag, ugye nem kell folyamatosan ismételnem magam, hogy fölösleges arctermékbe, viszont ez egy nagyon gazdagon és intenzíven hidratáló krém, amit nagyon szívesen elhasználgattam így, főleg így tavasszal még, amikor egy picit hűvösebb volt az idő, mert tényleg úgy éreztem, hogy nagyon szereti az arcbőröm, vagy úgy beissza a bőröm, és puhává tette a bőrömet, olyan simává is. Az áráról nem kell beszélnünk, mert iszonyatosan túl van árazva. Biztos, hogy nem venném meg ennyiért, viszont ez a kis minta, ez jó volt, ezt be kell vallanom. Utolsó kategória, sminktermékek. A szokásos IT Cosmetics CC krémem. Nagyon szeretem, a light árnyalatban használom télen-nyáron, bár most nyáron egy picit hozzá kellett kevernem a Drunk Elephant bronzosító cseppeiből, mert egy picit az arcom is barnult. Imádom a fedését, a tartóságát. Nagyon-nagyon szeretek benne mindent, szeretem, hogy egyszerű felvinni, mindig a kezeimmel szoktam felvinni, és utána egy sminkszivaccsal átmegyek rajta, hogy még természetesebb legyen a hatása. Nagyon szeretem, hogy nem kell azon izgulnom napközben, hogy vajon az orromról lekopott-e, és hogy láthatóan kopott-e. Természetesen ez is szokott kopni, orrfújás, maszkviselés, evés, ivás, stb. Során, de abszolút nem látványosan, és a nap végén is emberek közé merek még menni, még akkor is, hogyha már 10 órája viselem ezt a terméket. Elhasználtam az Hourglass-től a Veil transzparens púderét, amit én a szem alatti korrektor rögzítésére használtam. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a terméket. Most éppen más használok, a Tatcha-tól használok egy ilyen pudert, viszont ha az valamikor el fog fogyni, rengeteg van benne amúgy, úgyhogy szerintem még minimum egy év, akkor vissza fogok térni ehhez, mert ez eddig a kedvenc ilyen púderem. Ami egy kicsit bosszantott a vége felé, hogy ugye ennek a közepén ilyen H-formában vannak a kis lyukacskák, és amikor már elég kevés termék volt a tégelyben, akkor kellett erősen rázogatnom, hogy kijöjjön belőle annyi, amennyit fel tudok vinni a két szemem alá. Úgyhogy ez néha okozott egy kis kellemetlenséget így a reggeli kapkodásban, viszont vissza fogok térni hozzá, mert magával, a minőségével nagyon elégedett vagyok. Van itt egy pár smink fixáló spré is, méghozzá kezdem a Tatcha-val. Ezt ugye az amerikai weboldalról rendeltem, nem érte meg, rá kellett fizetnem nagyon sokat, így a vám miatt is. És összességében tényleg nagyon szép fényt ad a bőrnek, amit én szeretek, viszont ehhez hasonló finisht más termékekkel is elérek, amiket itt jóval egyszerűbb és jóval olcsóbb beszerezni, úgyhogy még akkor is, hogyha nagyon-nagyon fancy ez az üvegcsomagolás, és tényleg nagyon szép, meg minden,
nem vásárolnám újra. Amit újra szoktam venni, az nem más, mint a Catrice-tól ez a Shake Fix Glow Spray, amivel szintén hasonló finish lehet elérni, mint a Tatcha sprayjével, azaz egy ilyen nagyon szép, ragyogó effektet hagy maga után. Nagyon szeretem, tényleg szerintem ez az egyik legkedvencebb drogériás termékem, úgyhogy mindig vissza is visszatérek hozzá. Rendelések mellé kaptam ajándékba 2 darabot az Urban Decay All Nighter sminkfixáló spréjéből, amit annó teljes kiszerelésben is megvásároltam, azt hiszem, hogy többször is egymás után, mert ezt is egy nagyon jó terméknek tartom. Ez volt azt hiszem az első olyan sminkfixáló, aminél valóban észrevettem, hogy segít megőrizni a smink tartóságát. Emellett a finishét is szeretem magamon. Most egy ideje már nem vettem meg, de el tudom képzelni, hogy valamikor még bekerül a kosaramba. Szemöldök termékek, itt van 2 darab NYX Microbrow Pencil, amit én az espresso árnyalatban használok, kiegészítve egy Art Deco szemöldök porral a szemöldököm elkészítéséhez. Nagyon szeretem ezt a ceruzát, szeretem, hogy nem annyira krémes az állaga, épp ezért nem is fogy olyan nagyon gyorsan. Nagyon vékony, ezért precízen lehet vele dolgozni. Van egy kis kefe a másik végén, ami szintén nagyon praktikus tud lenni, úgyhogy folyamatosan újra szoktam venni. Illetve elfogyott egy szemöldök rögzítő zselé is, a Lime Crime-tól, ez nem más, mint a Bushy Brow Stronghold Gel, amit már elhasználtam egyszer, és hát újra vásároltam. Nagyon szeretem, hogy picike a spirálnak a feje, úgyhogy tényleg szépen precízen lehet vele rögzíteni a szemöldök szálakat. Biztos, hogy ezt is újra fogom még venni valamikor. Itt van egy ajakrúzs is, amit azért kellett kiselejteznem, mert megváltozott az állaga. Ez a Retro Matte termékcsaládból van a MAC-től, méghozzá a Ruby Fu árnyalatban, ami egy gyönyörűséges piros. Ezek a Retro Matte rúzsok eléggé szárazak, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyon hosszantartóak, viszont tényleg száraz az állaguk. És amikor legutóbb felvittem, egy ideje nem használtam már, akkor észrevettem, hogy még szárazabbá vált, és ilyen kis darabokban el is kezd így ledörzsölődni és lepotyogni az ajkaimról, ami nem egy szép látvány, úgyhogy azóta megkerestem a számomra tökéletes piros rúzs alternatíváját ennek, ami most is az ajkaimon van, hogyha érdekelt titeket mi ez, akkor lássatok be az infoboxban, és ettől pedig elbúcsúzom. Szempilla spirálok. Itt van először is a Smashbox-tól egy szempilla spirál primer, amit nagyon szerettem használni, tényleg én észreveszem a különbséget primerrel és primer nélkül, hogy a szempilla spirálozok, de most az Essence-től vettem egy ilyen primert, és az is nyújtja ugyanezt, mint ez a Smashbox, úgyhogy nem kell ezért ennyire sok pénzt kiadni, az Essence is tökéletesen megfelel erre a célra. 3 szempilla spirál, ezek közül a kedvencemmel kezdek, ami nem más, mint az Ilia márkától ez a szempilla spirál. Nagyon szeretem ebből, azt hiszem, hogy már 3-at elhasználtam, és most is van egy tartalékon belőle. Ez lesz a következő, amit megbontok. Elfogyott az Art Deco-tól a Volume Sensation szempilla spirál is, amit szintén szerettem, viszont nem volt annyira különleges, nem értem el vele annyira extrém volument, vagy hosszúságot, vagy bármi olyasmit, amiért újra vásárolnám. Illetve szintén szerettem és szívesen használtam a Marc Jacobs-tól a Lifting and Volumizing szempilla spirált, de ezt sem gondolom, hogy újra vásárolnám. El se hiszem, de ennyi volt ez a videó, a végéhez értünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg azt is nyugodtan, hogyha az itt látott termékek közül bármi van, nektek is van tapasztalatotok. Találkozunk legközelebb, addig is tegyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!